Teljes utcára járó munkálatok folynak jelenleg az újonnan épülő óvoda közvetlen közelében. Az utcában élőknek és a környéken közlekedőknek november végéig kell számolni a lezárással, erről Schäfer Tamás, a Kőröskom Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást. Itt vagyunk a Kőrisfa utcának a Budai Nagyantal utca felüli végénél. Gyakorlatilag ez a szakasz zárásra került, és emiatt, a zárás miatt vált az utca Kőrisfa utca Zsák utcává. Az utca megnyitása vélhetően, hogyha az időjárás és minden egyéb feltétel adott, és itt elkészülhet az új aszfaltburkolat, akkor e hónap végén, november végén fog megtörténni. Ezzel még a munkálatok itt nem zárulnak le, de a forgalomnak át lehet majd újraadni az utcát, aminek gyakorlatilag ez a nyomvonala teljesen megváltozik. Az óvoda tervezése során derült ki, hogy az utca nyomvonala nem az utca közigazgatási határán belül van. Így azért, hogy az új óvoda épülete elférjen és az út nyomvonala az építéshatósági szabályoknak is megfeleljen, át kellett tervezni az utat. A rekonstrukciós munkálatok nem most kezdődtek. Elsőként a csapadékvíz elvezetési rendszert építették ki, jelenleg pedig az útszegélyezési munkálatokat végzik. Hamarosan a mögöttem lévő szegélyek között megtörténik az útburkolat alapkiépítése, és ahogyan mondtam, a hónap végéig, ha minden jól alakul, akkor az aszfaltozás is el fog készülni. Ezt követően átadjuk újra a forgalomnak az utat, és folytatódni fog a kivitelezés a balomon látható párhuzamos, illetve a tőlem jobbra eső merőleges felállású parkolóhelyek kialakításával, illetve az új óvoda melletti gyalogos járda kivitelezésével. Az útrekonstrukció költségei a terület és település fejlesztési operatív programban elnyert új óvoda pályázati forrásához kapcsolódnak. Az a kivitelezés teljes egészében az óvoda kivitelezésének részeként zajlik. Gyakorlatilag az óvoda engedélyezésével, tervezési folyamata során az építési engedélyezéssel párhuzamosan megtörtént ennek az új útszakasznak is az engedélyezése. Így módon a két tervezés összefolyt egy folyamattá, közös gyakorlatilag a tekintetben is a dolog, hogy akkor kaphat maga az épület, az új óvoda használatba vételi engedélyt, amikor már az útnak a használatba vétele is megtörtént.